Bence, elindult át az új szezon, viszont mielőtt még belemennénk az első fordulóba, mesélj egy kicsit, hogy sikerült a felkészülésed, milyen erőnlétben kezdette az új idényt? Hát egy kemény és hosszú felkészülésen vagyunk túl. Szerintem mindenki jó erőállapotban érkezett erre az első mérkőzésre, szóval bizakodva vártuk ezt a Videóton elleni első meccset. Ami ugye 2-0-ás sikerrel zárult, te hogy élted meg belülről ezt a találkozót? Én belülről nagyon pozitívan éltem meg, úgy éreztem egész végig, hogy stabilak, még hogyha sok helyzete is volt a Fehérvárnak, én belülről nagyon magabiztosnak és teljesen így kompaktnak éreztem a csapatot, szóval én igazából jól éreztem magam a pályán. Kádár Tamás szemébe jött egy új társad a belső védelemben. Hogy harmonizáltok együtt ebben a pár hétben, illetve az első mérkőzésen? Ez neked hogy tetszett, hogy alakult ki köztetek a közös munka? Hát én előtte ugye nem kell bemutatni a Kádár Tomit, azért mindenki ismeri. Előtte még kiskoromban sokszor néztem, és nagyon jó játékosnak tartottam akkor is. Nagyon sokat tud segíteni nekem a pályán és a pályán kívül is. És nem játszottunk még olyan nagyon sokat együtt, ugye most érkezett a felkészülések alatt, olyan 5 meccset játszottunk együtt, meg most az első meccs, de úgy érzem, hogy jól egymásra találtunk. Ez a Fehérvár ellen 2-0 mire lehet jó? Adhat egyfajta lendületet a csapatnak? Hát amióta itt vagyok, még sose kezdtünk győzelemmel, szóval mindenképp egy bizakodó jel, de úgy gondolom, hogy egy nagyon jó szezonkezdés ez. Vasashoz megyünk a második fordulóban. Mit vársz attól a mérkőzéstől? Ugye Budapesten játszuk. Hát nehéz mérkőzésre számítok, azért a Vasas elég jó játékosokból áll, de úgy gondolom, hogy a 3 pontért fogunk oda is menni.